Milyen mértékben növeli a stroke kockázatát a hipertónia? A kérdés nagyon jó, ugyanis nem lehet egy szóval válaszolni. Attól függ, hogy hány éves az illető. Minél fiatalabb valaki, annál nagyobb kockázatot jelent a stroke szempontjából a magas vérnyomás. Például az 50-60 éves korosztálynak. 20% a magas vérnyomásos, ebben a korosztályban négyszeres stroke rizikót jelent a magas vérnyomás. Ahogy idősödik valaki, tehát ha eléri már a 90 évet ebben az életkorban, több mint 60%-os a magas vérnyomás előfordulási gyakorisága, itt már igazából lényeges kockázat növekedés, tehát a 90 év fölöttieknél már nem jelent. Vannak-e speciális szempontok a sztrókot elszemedett betegek vérnyomás kontrolljában? Igen, a nagy nemzetközi vizsgálatok azt mutatták, hogy azon, a sztrók után azon betegeknél is érdemes vérnyomás csökkentőt e, kezelést alkalmazni, akik nem magas vérnyomásosak. Tehát az ilyen betegeknél normális vérnyomás mellett is csökkenti a bekövetkező ismétlődő stroke kockázatát a vérnyomás csökkentő kezelés. Mekkora szerepet játszik a vérnyomás a sztrók elsődleges és másodlagos prevenciójában? A e, stroke, e, elsődleges és másodlagos prevenciójában a kockázati tényezőket kell mérlegelni. Az életmódbeli tényezők közül a leggyakoribb a dohányzás, a kockázati betegségek között viszont leggyakoribb a magas vérnyomás. Hogyha valaki kezelteti a magas vérnyomását és abba hagyja a dohányzást, akkor kevesebb, mint felére csökken a stroke kockázata. Milyen gyógyszerek részesítendők előnyben a stroke szempontjából, különösen veszélyeztetett betegek esetében? hogyha a vérnyomás csökkentésre koncentrálunk csak számos típusú vérnyomás csökkentő gyógyszer áll rendelkezésre, a régi típusúak egyformán hatékonyak, mint az újak. Van egy olyan gyógyszercsoport, a kalcium csatorna blokkolók csoportja, ami talán hatékonyabb, mint az egyéb vérnyomás csökkentő gyógyszerek. Melyek a megoldatlan kérdések, és milyen előrelépés várható ezen a téren a jövőben? Az egyik legfontosabb megoldatlan kérdés az, hogy mit tegyünk a vérnyomással akkor, hogyha már bekövetkezett a sztrók, és az akut szakban vagyunk. Ilyenkor nagyon gyakran megemelkedik reflexszerűen a vérnyomás, és ilyenkor az a szabály jelenleg, hogy nem szabad csökkenteni a vérnyomást ilyen esetben, hogyha az nem magasabb 220 per 120 higanyoliméternél. Ez azért nagyon nehéz betartani ezt a szabályt, mert ilyenkor reflexesen az orvosban az alakul ki, hogy ezt a nagyon magas vérnyomást csökkenteni kell, Jelenleg folynak vizsgálatok, amik tisztázni fogják ezt a kérdést, de jelenleg úgy néz ki, hogy többet ártunk ilyenkor a vérnyomás csökkentéssel, mint amennyit használnánk.